Maradj otthon, mindenütt ezt lehet hallani, ám arról már nem sokat tudni, miként telnek a hétköznapok a négy fal között. Gyerekekkel digitális oktatásban, vagy éppen egyedül idősen. Éppen ez a gondolat indította útjára azt az online pályázatot, amit most Szexárd önkormányzata hirdetett meg. Az otthon ülő egy fotón esetleg több kép összefűzésével, vagy éppen egy 50 másodperces videóban mutathatják meg, milyen az élet a vírus árnyékában. Az akció kezdeményezője kín Gábor azt mondta, lehetőséget szeretnének adni a szexárdiaknak az önkifejezésre. Én úgy gondolom, hogy egy kis öröm ebben a sok negatív hírben, ami, ami eljut hozzánk az elmúlt hetekben vagy hónapokban, most már a világból, mindenkinek az önkifejezése megjelenhet benne, vagy ő mit gondol most? Tehát ezek nagyon fontos. A műveket e-mailben az élettérkukac e-mail e címre várják. A városvezetés a legjobb alkotásokat 30, 20 és 10 ezer forintos vásárlási utalmánya honorálja. Átszerző polgármester azt mondta, ezzel az akcióval is az a céljuk, hogy otthon tartsák az embereket, és lehetőséget adjanak számukra a kreativitásra. A városvezető arról is beszélt, hogy Szexádon 29-en vannak hatósági karanténban, és hat korábban külföldön járt szexárdi vonult önkéntes karanténba a koronavírus járvány miatt. Érkeznek az újabb védőfelszerelések szexádra, 6 darab sebészi maszk, valamint 18 ezer pár gumikesztyű van már raktáron az önkormányzatnál. Ezen felül folyamatosan intézik a további rendeléseket. Elkezdték felmérni a szálláshelyeket is egy esetleges csoportos megbetegedésre gondolva. Hát összesen 9 önkormányzati bérlakás van, amit rendelkezésre tudunk bocsátani azonnal sötét gyermektábor is például ezen kívül még rendelkezésre fog állni. Elsősorban a karanténban lévők számára szeretnénk ezt biztosítani. Emellett 136 kollégiumi szoba egység áll rendelkezésre, és a szexuális szállásadók 91 szobát ajánlottak fel arra a célra, hogyha szükség lesz le, akkor a megfelelő elhelyezést tudjuk biztosítani. Ezeket az önkéntes karanténban vonulóknak, valamint a vírusveszély elhárításán kezelésén dolgozók részére tartják fenn. Eközben egyre többen jelentkeznek az önkéntes szexádi programba is, több mint 30 fővel már szerződött a Humán szolgáltató központ, naponta 12 fő segíti a szolgáltató központ munkáját. A segítséget kérő idős embereket is igyekeznek segíteni. Összesen már 97 fővel vették fel a kapcsolatot, 190 főnek pedig melegebédet szállítottak ki. A szülők a gyermekellátás kapcsán egy óvodás esetében kértek felügyeletet, 73 óvodás és 160 a hat iskolás gyermeknek igényeltek a szülők ebédet.